Hosszú távra terveznek városunkban, közösen ünnepeltek a helyi papírgyártó cégek. Különleges előadással zárták a közös tárlatot a Kortárs Művészeti Intézetben. Újabb kutyatanfolyam indult városunkban. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Fejlesztések, versenyképes cégek, stabil munkahelyek. A helyi papírgyártó cégek hosszú távra terveznek városunkban. Erről Bencs Attila, a Hamburger Hungária ügyvezető igazgatója számolt be az idei papír- és cellulóznapon. A családi rendezvényen mintegy 1000 ember vett részt. Gyerünk egyik lábat! A gólyalábat is kipróbálhatták a gyerekek a Hamburger Hungária szabadidő parkjában megrendezett családi napon. A programot különböző bemutatókkal és koncertekkel színesítették. Elsősorban azért egy családi rendezvény, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó lefedettséggel részt vesznek a dolgozók, illetve az ő családtagjaik. Most is itt azért közel 1000 ember várható a regisztrálások alapján egész nap. Viszonylag színvonalas programokkal töltjük meg ezt a napot, ugye koncertekkel és egyéb bemutatókkal. Bencs Attila, a Hamburger Hungária ügyvezetője az új erőmű építésével kapcsolatban elmondta, a tervezett ütemben haladnak a munkálatok, és a 150 millió eurós beruházásnak köszönhetően 2015 végén már működni fog. Ez hosszú távon biztosítja a Hamburger Hungária versenyképességét. Ezek a cégek, akikről itt most beszéltem az előbb, a Dunafén, a Dunacell és a Hamburger Hungária is, szerencsésen ma mondható, hogy mindegyik versenyképes cég. Nem támogatásokból, nem lobbikból vagy pillanatnyi lehetőségből él, hanem hosszú távra ruháztak be, mindegyik cég beruházott nagyobb léptékben az előző években, és jól látják pozitívan a közeljövőt, ami ugye jobban látható az következő 4-5 évre, látjuk pontosan, hogy ez egy stabil cég lesz. Meg fog tudni állni a lábán mind a három, és hát ez azt jelenti stabil munkahely is a térségnek. A szombati rendezvényen együtt ünnepelték a szakmát a helyi papírgyártó cégek, az előző évekhez hasonlóan most is kellemes kikapcsolódást biztosítva a családoknak. Végéhez ért Kis Ervin Gábor, Móder Rezső és Nemes Ferenc közös tárlata. Az alkotók műveit csaknem egy hónapig tekinthették meg az érdeklődők a Kortárs Művészeti Intézetben. A kiállítást lezáró eseményen a három művész egy különleges előadással készült. Kis Ervin Gábor, Móder Rezső és Nemes Ferenc egy különleges előadást adott elő a Kortárs Művészeti Intézetben a kiállításokat lezáró eseményen. A három művész egyéni tárlatát csaknem egy hónapig tekinthették meg az érdeklődők. Ez egy jófajta mellérendelés, amit itt lehet látni. Tehát Móder Rezsőnek ezek a friss melói, Nemes Ferencnek a Pince Galériás kiállítása és Kis Gábornak ezek a munkái, ezek nagyon eltérő atmoszférájú, de egymással szép összhangban működő dolgok. És hát ugye ma van az utolsó nap arra, hogy ezt a közönség láthassa, de mindemellett van egy olyan különlegessége a ma estének, hogy egy olyan performance-t láthatunk, amit Nemes Ferenc és Móder Rezső külön Kis Gábor tiszteletére ad elő. Tehát ez egy megismételhetetlen esemény a maga összes esetlegességével, izgalmával. Fehérvári Tamás a tárlatmaraton legfiatalabb versenyzőjének, Móder Rezsőnek volt a kurátora, vagyis ő segített kiválasztani a kiállított festményeket. Mint mondta, sok személyes és szakmai vita előzte meg a közös munkát, de mindez megalapozta a rendezvény sikerét. Amit ez a kiállítás mutat, az egy egészen más Móder Rezső, mint akit megszokhattunk. A vitánk, a szakmai vitánk elsősorban éppen abból adódott, hogy ő ezeket vázlatoknak tekinti. Én pedig önálló műalkotásoknak, amelyek teljes létjogosultsággal bírnak. Ő szeretett volna nagyméretű festményeket behozni, és persze szobrokat is. Én igyekeztem erről lebeszélni, hogy ez mennyire sikerült, hát, illetve sikerült persze, mert hogy itt elég kisméretű alkotások vannak, de hogy ez hosszú távon befolyásolja-e ennek a kiállításnak a sikere, vagy mindazok a beszélgetések, amelyeket mi folytattunk ezekről a munkákról, hát azt
majd az idő eldönti. Fehérvári Tamás hozzátette, szakmai körökben is nagy sikert aratott a tárlat. Egy művészettörténész is felfigyelt az alkotók műveire, aki Budapesten szeretné kiállítani az egyedi festményeket és szobrokat. Újabb kutyatanfolyamot indítottak városunkban. Dunaújvárosban egyre többen vesznek részt az oktatásokon, ahol olyan trükköket tanulhatnak meg a gazdik, amelyek megkönnyítik a kutyatartást. Újabb tanfolyamot indítottak a Dunaújvárosi Kutyaiskolában. A csoportban volt dalmata, sicu, csivava, német juhász és boxer is. A különböző fajtájú és méretű kutyák jól megfértek egymás mellett, és lelkesen figyelték a gazdájukat, hogy kiérdemeljék a jutalomfalatot. Ruider Judit egy éves csivavváját, Stitchet hozta el a tanfolyamra. Mint mondta, az oktatásnak köszönhetően Stitch sokkal szófogadóbb lett, így hamarosan haladó szinten alapengedelmességi vizsgát is tesznek. Elsősorban azért jöttünk ide, mert szerettem volna egy kicsit szocializálni a kutyusomat. Hát ő elég kicsi kutya, tehát a városban azért a nagyobb testű kutyákkal jelentősebb hátrányban részesül, mert félős, és ezt a félelmet szerettük volna leküzdeni, ami azért úgy érzem, hogy sikerült, és emellett csak tanultunk. Csúpórás nevesztük, ne legyen vizes, bal kézben a jutalomfalat, és itt a napos részen, jó? Végig bal kézben. A kutyaiskola vezetője Nyakas Gábor 23 éve foglalkozik kutyaoktatással. Szerinte Dunaújvárosban egyre többen vesznek részt a tanfolyamokon, hangsúlyozta. Ha a gazda elég kitartó és következetes, akkor az oktatás után teljesen megváltozhat a kapcsolata a kedvencével. Nagyon fontos, hogy olyan használható és gyorsan kapható információt adok a gazdáknak, amik nem néhány hét vagy hónap alatt, hanem már az első, illetve a második alkalommal úgy mennek el a gazdák, hogy hú, olyan sok információt kaptam, hogy a felét se tudtam megjegyezni, de amit megjegyeztem, azok is nagyon hasznosak. És nem ritka az, amikor bevezeti vagy behúzza a gazdáját a kutya az iskolába, és egy óra foglalkozás után pedig egy teljesen lazapórázon, nagyon kényelmesen, könnyedén ki tudnak menni. Ez most nyilván egy példa volt a sok közül, de a cél az, hogy a gazdákat meg kell tanítanunk a trükkökre, a fogásokra, azokra az elméleti tudásra, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ő a kutyáját bárhol, bármikor kézben tudja tartani, jól tudja irányítani, hiszen ha ez megvalósul, akkor nagyon jól fog érezni magát a kutya is, és természetesen a gazda is, hiszen egy nagyon jó harmonikus kapcsolatban fognak élni. Nyakas Gábor azt tanácsolja a kutyatartóknak, hogy olyan szakembereket válasszanak, akiknek megvan a megfelelő szakirányú végzettségük és a rutinjuk, hiszen ha egy kutya helytelenül tanulja meg a társas viselkedés alapvető szabályait, akkor azt már nagyon nehezen lehet kijavítani. Kicserélik a nyílászárókat az önkormányzati tulajdonban lévő óvodákban. A munkálatok augusztus elején kezdődtek, és várhatóan a hónap végére végeznek is a felújítással. Az óvodák rossz állapota miatt döntött az ablakok cseréje mellett az önkormányzat. Vakolják a falat a Csillagvirág óvodában. A nyár végére nem csak ezt az intézményt, de a város többi óvodáját is felújítják. A munkálatokra azért volt szükség, mert az épületekben lévő nyílászárók már elavultak. A munkások szerint az összes intézményre ráfért már a javítás. Műves munkákat, illetve hát a festőknek besegítünk, és egy apró kis burkolásoknál veszünk még részt. Tehát általában ezek a munkafolyamatok vannak, mert nagyon le vannak robbanva ezek az épületek. Főleg ez az óvoda, ha jól tudom, azt hiszem ez a legidősebb a városban, 60 éves. De úgy általában, amikor megyünk át az óvodákon, mindegyik nagyon le van amortizálódva, úgyhogy mindegyik rászorul erre a javításra. Nem olyan szép látvány volt, mert persze a bontási munka mindenhol olyannal járhat, tehát ami nem lett szép látvány, de most már meg lehet nézni, most már minden nap szebb lesz. A DVG ZRT szakembere bízik abban, hogy szeptemberben az óvoda nyitásakor már egy teljesen felújított, modernebb intézmény várja a kisgyermekeket. Az intézményekben augusztus 4-én kezdődött a csere, és augusztus végéig tart. Gyakorlatilag amilyen ütemben történik a nyílászáró csere, olyan ütemben végezzük a festés és vakolatjavítási munkálatokat, hogy a augusztus végéig, szeptember elejéig elkészüljünk a óvoda nyitásokra. Városunkban az önkormányzati tulajdonban lévő óvodák rossz állapota miatt döntött úgy Dunaújváros megyejogú város önkormányzata, hogy a felújításokat elvégzi. Önkormányzati megrendelés alapján közel egy bruttó 48 millió forint értékben történik meg
az óvoda egységekben a nyilánzáró csere és a festési vakolatjavítási munkálatok, továbbá ugye szegélyezések, könyöklő beépítése, külső-belső párkányok beépítése. Nagy Zsolt, a DVG ZRT ágazatvezetője elmondta, a nyílászárók cseréjével egy sok éves probléma oldódik meg, ugyanis az ablakokat nehezen vagy egyáltalán nem lehetett kinyitni. A francia GAP ellen 5-2-es vereséget követően második mérkőzésüket megnyerték az acélbikák a Dockler kupán. A Krakó elleni találkozót mindkét együttes óvatosan kezdte. Ennek köszönhetően az első harmadban nem született gól. A második 20 percben a hazaiak átvették a játék irányítását, de a lengyelek tartották magukat egészen a harmad közepéig. Ekkor egy Peterdi Somogyi összjáték végén utóbbi szerzett vezetést a dunaújvárosiaknak. A folytatásban magára talált a Krakó, de nem tudtak gólt szerezni, így az utolsó etapra hazai előnnyel fordultak a felek. A lengyelek a záró harmadban sem tudták feltörni a DAB védelmét, így Donald McLean tanítványai megnyerték az összecsapást. A dunaújvárosiak este 4-8-tól a svédek ellen zárják a tornát. Hétfőn változóan felhős időre van kilátás, hűvös lesz a reggel, többfelé 10 fok alá süllyed a hőmérő higanyszála. A délutáni órákban 22 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Főbb híreink következnek, még egyszer, röviden. Hosszú távra terveznek városunkban, közösen ünnepeltek a helyi papírgyártó cégek. Különleges előadással zárták a közös tárlatot a Kortárs Művészeti Intézetben. Újabb kutyatanfolyam indult városunkban. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.